Folytatjuk műsorunkat, csak nem 900 koronavírusos fertőzöttet regisztráltak a hétvégén. A járványadatok azt mutatják, napról napra nő az új betegek száma Magyarországon is. A Pécsi Tudományegyetem pedig lépett és újra kötelezővé tette az orvosi maszk használatát. Pécset pedig ott van tudósítónk Szilágyi Jenő. Szervusz, mivel indokolta a rektor a döntését? Szervusz, köszöntöm a Híradó nézőit. Nos, a rektor azzal indokolta, hogy úgy tűnik, hogy kezdődik, egyre jobban nő a fertőzöttek száma, és ezért megelőzésképpen úgy gondolja, hogy ezt az intézkedést meg kellett hoznia. Egyébként beszéltem, illetve láttunk több diákot is. Ők, ha egy szóval kellene mondanom, azt mondom, hogy jól fogadták, hogyha kettővel, akkor azt mondom, hogy főleg a külföldiek fogadták jól, ugyanis a közösségi terekben és a folyosókon csak ajánlott a maszkviselés, viszont a külföldiek szinte folyamatosan betartották ezt, illetve végig nem is találkoztunk olyan külföldivel, aki ezt nem tartotta volna be. A magyarok közül egy-kettő ugye még levette, amikor vagy kijött, vagy éppen bement egy szemináriumra vagy előadásra. Ott viszont az rektor azzal indokolta ezt, hogy ez ilyen előadásokon, szemináriumokon nagyon sokan vannak, és nem tudják betartani a másfél méteres távolságot. Azokon, ahol dolgozói megbeszélések vannak, és nem tudják betartani ezt, ott is kötelező, de mindenképpen, amikor elváltam a rektor úrtól, akkor abban megegyeztünk, hogy ő is, és én is reméljük azt, hogy ez csak egy rövid ideig kell majd betartani, és minél előbb vége lesz a negyedik hullámnak, és akkor újra mindenki maszk nélkül tanulhat az egyetemen. Köszönjük szépen, Jenő, a tudósítást!